Az elmúlt években vecsésen rohamléptekkel sikerült az utcákat felújítani, szilárd burkolattal ellátni. Ez a folyamat nem szakadt meg, ebben az évben is 5 utca projektjét sikerült elnyerni, és úgy tudom, hogy a beruházások elkezdődtek. Most hol tart ez az 5 utca beruházás? Így van, a lakosság nagyon várja, hiszen ezt már régóta beharangoztuk. Valóban egy nagyon rég megnyert pályázatról van szó. A támogatási szerződést gyakorlatilag egy éve aláírtuk. Ez az 5 utca a Magyar utca, a Tó utca, a József Attila utca, a Lévai utca és a Klapka utca. Na most rengeteg a beruházásunk az idén, ugye 4 pályázat megy egyszerre, és úgy gondoltuk, hogy itt ütemezni kell, hiszen nem bírjuk egyszerűen önrésszel. Tehát a pályázatok önrészeit is azért elő kell teremteni, és nyilván azért a költségvetés biztonsága az mindenek előtt való. Természetesen szeretnénk minden pályázatot megépíteni, de át kellett ütemezni. Ezért döntött úgy a testület, hogy ebben az évben, ebből az útprojektből most a Magyar utca megvalósítása történik. Egyébként örömmel jelenthetem, hogy a Magyar utca építési munkálatai elkezdődtek. Tehát gyakorlatilag a projektet megnyitottuk, a Magyar utca készül, a másik 4 utca jövőre valósul meg. Most az adminisztrációja zajlik annak a közbeszerzési kiírásnak, tehát a kivitelezési közbeszerzési eljárást megindítjuk mi hamarabb, és jövő tavasszal kezdjük annak az 5 utcának a megépítését. Egyébként ennél tovább is gondolkodott az önkormányzat, hiszen amit tavaly szegélykővel, martaszfalttal építettünk meg utcákat, azt az idén gyakorlatilag mindegyiket szilárd burkolattal, illetve aszfalttal is ellátjuk.